Egyházunk múltbéli tanúira és helytállóira emlékeztünk a színdarabbal és a koszorúzással. Most pedig a jelen felé fordulunk. A nyíregyházi mandabokori gyülekezet ifjúsági csoportjának bemutatkozása bizonyságtétele következik a gyülekezet lelkésze Zsarnai Krisztián Esperes vezetésével. Amíg a fiatalok elkészülnek, addig röviden hadd hirdessem az ebédelés és a délutáni programok menetét. Kitartás, testvérek! Ahogyan már többször mondtam, ebédelni azok tudnak, akiken fehér karszallag van. Ha valaki regisztrált és még nem szerezte meg a karszallagját az ebédlőben, Nadabán Mártánál még átveheti. Az ebéd három turnusban történne, kérjük a testvéreket, hogy figyeljenek a turnusok időbeosztásának betartására. A helyszín a református kollégium konyhája, melynek bejárata a nagy templom mögötti Fűvészkert utcáról nyílik, ahogyan kimegyünk a templom jobb oldalán. Az odajutást önkéntesek segítik. Az első turnusban az Északpesti Egyházmegye gyülekezetei, illetve tagjai mehetnek ebédelni, majd 10 perccel később kérjük, hogy a második turnusban a Hajdúszabolcsi Egyházmegye, majd ismét 10 perccel később a harmadik turnusban a Borsodhevesi, Budai, Délpest és Nógrádi Egyházmegye gyülekezeti tagjai menjenek ebédelni. Kérjük ennek a betartását és a minél gördülékenyebb haladást a kiszolgáló pultnál és az ebéd befejeztével, az ülőhelyek, illetve az asztalok átadását az újonnan érkezőknek. Gulyáslevesre és buktára számíthatunk, kérjük a testvéreket, hogy a buktát már kezükben vigyék magukkal. Egy kicsit elcsúsztunk, és ezért a délutáni programok negyed órával később kezdődnek, mint ahogy kiírtuk, tehát mindenkit szeretettel várunk délután 1:45-től a nagy templomban, illetve a református gimnázium termeiben található, szabadon választható előadásokra, foglalkozásokra, biblia tanulmányra. Röviden elmondom, hogy hol mi található. Kérem a testvéreket, hogy tájékozódjanak a gimnázium, illetve itt a nagy templom különböző részein elhelyezett plakátokon, hogy melyik előadást melyik teremben találják. Itt a nagy templomban keresztény üldözések és a politikai iszlám térhódítása címmel hallgathatnak előadást, valamint Krisztus arcú misszió Afrikában, Pápua-Új-Guineában és Magyarországon címmel. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség felügyelője, dr. Belintné Kis Beáta, az Evangélikus Külmissziói Egyesület afrikai referense várja itt önöket. A gimnáziumban a háború hatása Ukrajnára és Kárpátaljára címmel Mit tehetünk? Bálint Gábor, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programjainak vezetője várja önöket. Gyülekezet középen közösségeink környezetünk iránti felelőssége címmel Győri Péter Benyámin vezeti a foglalkozást, az előadást. Kereszténység Észak-Koreában és itthon Kim Hok-sik, magyarországi koreai misszionárius várja az érdeklődőket. Ige tanulmánnyal és beszélgetéssel a Krisztus arcú egyházról két teremben is Zászkalicki Pál lelkésszel és Balica Iván lelkésszel lehetnek együtt a testvérek. Valamint a mandabokori ifjakkal is lehetőség van beszélgetni a gimnázium egyik termében. Felhívom még a figyelmet a lehetőségek vására itt a főtéren. Nézzék meg a testvérek, ezeket is készültek a résztvevők bemutatókkal, hogy kicsit elmondják, hogy mit csinálnak, honnan jöttek. Így a gyülekezeti sátrunk, a Debreceni Evangélikus Gyülekezet sátra is várja a testvéreket, valamint a Luther kiadó kedvezményes vásárlást biztosít kiadványaiból. Egyházunk diakóniai tevékenységét bemutató sátrak is vannak. A Nyírtelek görögszállási cigánymisszió is készül egy kis étellel és énekléssel. Nyíregyháza oltalom szeretetszolgálat, illetve a Jóbeli Vér szeretetintézmény közösen. Oktatási tevékenységeinket bemutató sátrak is vannak. A Nyíregyházi Kossuth Gimnázium és a Miskolci Kossuth Gimnázium közösen. A Nyíregyházi Luther Márton Kollégium és Túróczi Zoltán Evangélikus Általános Iskola közösen, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek is van egy sátra.
Sátrat kapott a templomkert projekt is, melynek célja az egyház gyülekezeteiben és intézményeiben a környezetvédelem, a zöld szemlélet megvalósulásának előmozdítása, az Isten adta föld termőerejének közösségi hasznosítása, valamint a termelők és fogyasztók közvetlen összekapcsolása. Érdekes dolgok ezek, biztatom a testvéreket, hogy tekintsék meg. Lehetőség van egy imasátorban lelkészi jelenléttel egy kicsit elcsendesedni és beszélgetni. Két kiállításra hívnám még fel a figyelmet. Itt a főtéren, a Fehér Sátorban Evangélikus 11 címmel tekinthetik meg az egyiket, a gimnáziumban, a földszint folyosóján pedig egy melankton kiállítást láthatnak, ott, ahol a testvérek már a regisztrációnál is megfordultak. Most, és nagyon kérem a különböző előadások és foglalkozások vezetőit, hogy szigorúan engedjék szabadon a résztvevőiket 3:45-kor, hogy 3:30-re mindenki vissza tudjon jönni ide a nagy templomba, ahol dr. Fabiny Tamás vezeti a záróáhítatot. Most pedig következzen a mandabokori ifi szolgálata. Sátán megkísér, és
vádol megbánt bűnökért. Jézusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentő. Ő halt meg minden vétkemért, a bűntelen a bűnösért. Krisztusra nézve engedett, Krisztusra nézve engedett. Íme a bárány, ő van ott, feltámadt és üdvöt hozott. Ő mondta, megváltott vagyok, nem vonja vissza, mit adott. A bárány vére volt az ár, ő nála többé nincs halál. Krisztusban üdvöm készen vár, ott fenn az Isten trónján. Szeretettel köszöntök mindenkit, Becán Zoltán vagyok, 19 éves egyetemista hallgató. Nyíregyházán születtem, és a nyíregyházi evangélikus egyházközség tagja vagyok már gyerekkoromtól. Kezdetben a vasárnapi gyerekórák, majd az istentiszteletek aktív résztvevője. Egyházi iskolákba töltöttem általános, illetve gimnáziumi éveimet is. Jó példának tartottam magam a többi barátaimmal szemben, hiszen én sokakkal ellentétben rendszeres gyülekezetbe járó ember voltam, minden alkalmon, minden rendezvényen, minden ifjúsági órán ott voltam szinte. És mikor valaki megkérdezte tőlem, hogy keresztény vagyok-e, a válaszom csípőből jött, és igen volt, hiszen elég volt arra gondolnom, hogy megkereszteltek, lekonfirmáltam, 2009-ben lekonfirmáltam. Gyülekezet aktív tagja vagyok, hittanórákra járok, hát persze, hogy keresztény vagyok, hát még a Bibliát is ismerem. És nemrégiben hallottam erre egy nagyon jó példát. Attól még, hogy valaki garázsban lakik, nem lesz autó. Attól még, hogy valaki sokat jár templomba. Attól még, hogy valaki gyülekezetbe jár. Attól még, hogy valaki vallásos keresztény családba született. Attól még, hogy nem lesz keresztény. Ahogy teltek múltak az évek, elkezdtem egyre inkább sodrulni a világgal. És ezen évek alatt egyre messzebb kerültem Istentől. Egyre engedetlenebb, tiszteletlenebb voltam édesapámmal, tanáraimmal, lelkipásztorommal szemben. Az ifi alkalmak után, vagy éppen azok helyett bulizni, kocsmázni kezdtem el. Lázdohányos lettem. És cselekedeteimmel és szavaimmal az Isten káromoltam. Minden, amit mondott az Úr, egy-egy ige hirdetésen, vagy bizonyságtételen keresztül megértettem, de befogadni már nem akartam. Nekem nem mondja meg senki, hogy hogyan éljek. Tavaly nyáron elmentem egy gyülekezet által szervezett bicikli túrára, ahol a biciklizés és egyéb szabadidős
programok előtt az Istennel való közösség együttlét volt előnyben részesítve. És a hatnapos túrának az utolsó estéjén az Úr összetört egy igényén keresztül, ami így hangzik, Jelenések könyvének 3. fejezetének a 15-16. verséből. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Korábban már hallottam ezt az igeszakaszt, de sosem értettem, vagy éppen nem akartam megérteni, hogy ez az én életem. Ez az én életemről szól. Rá kellett döbbennem, egész addig életemet színészként éltem. Amikor kellett, eljátszottam a jó keresztény, a Krisztus követő embernek a szerepét, de a mindennapokban a világnak éltem. Ha magamban néztem, azt láttam, hogy az én életem milyen tökéletes. Tökéletes, mert szerető családot kaptam, rengeteg baráttal büszkélkedhettem, mindent megkaptam, amit szükségemnek éreztem. Semmiben nem szenvedtem hiányt, sikeresen leérettségiztem, felvettek egyetemre, csinálom van az életem. És az Úr megmutatta az ő kegyelméből, hogy az életem egy káosz. Az ige tükröt tartott elém, és megláttam, hogy egy bűntől eltorzult, Isten károngó, tróger életet élek. Akinek az élete rendezetlen, és romokban hever. A világot imádom, annak szolgálok, a világnak szolgálok, de azért is Isten is megfér az életemben. Hát ilyen életet éltem. Ez volt a nagy meleg élet. Erre is, meg arra is. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Az Isten rávilágított, hogy ez az élet számára utálatos. És elkezdtek fájni a bűneim. Fájt az, ahogy beszéltem másokkal. Fájt az, ahogy embereket bántok meg, és egy cseppnyi bűntudat sincs bennem. A trágán beszélem, a káromkodások, a rengeteg részlegeskedés, és még sorolhatnám. De ami összetört, az az Istennek a szeretete. Aki megalázta magát azzal, hogy földre jött, elszenvedte helyettem bűneim büntetését kereszthalálával, kivégezték, mert a bűn zsoldja a halál. Aki elszenvedte értem mindezt, aki büntelen volt, mindezt azért az emberért, aki kiáltotta, hogy feszítsd meg, aki kigúnyoltam, megköpdöstem, megkorbácsoltam, szögeket vertem a kezébe, és keresztre feszítettem. Miért mondom ezt? Hát nézzétek meg az életemet. Erről tanúskodik. És van erre megoldás? Jézus Krisztus. Ő rendezni tudja a parlagon fekvő életet, annak értelmet ad, és a káoszból egy Istennek tetsző életet épít. És erre a pontra kellett eljutnom. És aztán arra, hogy ehhez egyértelmű és határozott igent kell neki mondani. És egyértelmű és határozott nemet a világnak. Vagy Isten, vagy a világ. A kettő nem fér meg egymás mellett. Nincs, és szeretném hangsúlyozni, hogy nincs arany középút.
Aznap este megvallottam és letettem lelki gondozói beszélgetés során a bűneimet, de nem szeretnék senkit megtéveszteni azzal, hogy azt higgyék, hogy innentől kezdve már minden happy, minden jó lesz. Mert ahogy Luther Márton is mondta, hogy hangsúlyozta, a megtérés a keresztény ember haláláig tart. Ugyanis egész életében viaskodnia kell a bűnnel. Nem elég bemenni a szoros kapun, végig kell menni az azt követő szoros úton is. Az árral sodródás helyett az árral szembe kell venni az irányt. Meg kell élni ezen a földön az üdvösségünket. És lehet, hogy nehéz, én tudom, aláírom, nehéz, nehéz a keresztény élet. Nehéz. Teli van nehézségekkel, elbukásokkal egyaránt, de mellett ott van tengernyi öröm, amit kapunk az Úr Jézustól. És bár lehet, hogy ezek a nehézségek sokszor elbátortalanítanak, de ahogy olvashatjuk Pál Filippiekhez írt levelében, mindenre van erőm a Krisztusban. És ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy egyedül a Krisztusban. Így kívánom mindenkinek, hogy határozott igent mondjon az Úr mellett, és az ő karjaiba kapaszkodva élje meg az üdvösségét nap mint nap. Szeretettel köszöntöm én is a drága testvéreket, és mindenek előtt egy igét hadd olvassak fel, amely nagyon meghatározó számomra, és tudom, hogy a fiatalok számára is. A 119. Zsoltár 9. fejezetében, 119. Zsoltár 9. versében ezt olvashatjuk, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, hanem a te beszéded megtartása által. Itt ezek a fiatalok, egy része, akik az ifjúságunkból el tudtak jönni, a világ szemében bolondok. Akik itt vannak, azok csonkabonkák, akik az út kereszteződéséről lettek behívva, és olyan fiatalok, akik, elnézést, hogy egészen vulgárisan fogok fogalmazni, voltak, akik az árok széléről lettek behívva, mert hétről hétre, minden hétvégén a hányásokban fetrengtek. Volt olyan fiatal, aki már eljegyzett leányka volt, és miután hitre jutott, miután igent mondott, egy határozott igent mondott az Úr Jézus hívására, utána inkább a kezét vágta le, a szemét vágta ki, ahogy olvashatjuk azt a bibliai példázatot, inkább letette azt a gyűrűt, és Krisztusnak tetsző életet szeretett volna élni, folytatni, és aztán kapott egy hitben járó vőlegényt. Aztán volt olyan, aki a templom küszöbét 27 éven keresztül nem lépte át. Amikor meghívták esküvőre, még a pár kedvért sem lépte át a templom küszöbét, mert annyira nem volt megbékülve az Istennel, és inkább kint várta meg az egész templomi ceremóniát. És most pedig egy áldott életű fiatalember, aki az Úr szolgája, aki szintén határozott igen tudott mondani Jézus Krisztus hívására. Az ifjúságunkról azt kell tudni, hogy néhány évvel ezelőtt nagyon komolyan kezdtük tanulmányozni az Isten szavát, az Isten igéjét. És aztán sokan meghallották erre a hitrejutásra, megtérésre hívó szót. Mert nélkülözhetetlenek tartjuk azt, hogy emberek döntsenek, vagy így, vagy úgy. Hogy a Szentírásban sokszor találhatjuk azt, sokan keresik a Szentírásban, és tudom, hogy voltak a közöttünk olyan fiatalok, akik keresték az arany középutat. Amikor elkezdték tanulmányozni a Bibliát, akkor nem találtak ilyet. Hanem azt mondták, hogy vagy erre, vagy erre. És voltak, akik engedtek Jézus Krisztus hívásának, és azt mondták, hogy én szeretnék igent mondani arra a szeretetre, amelyet kaphattam.
és ezek a fiatalok mára, nem túlzás, iskola mellett, tanulás mellett, egyetem mellett, munka mellett heti 3-4 alkalommal járnak gyülekezetbe. Eljárnak szerdánként a felnőtt bibliaórára, mert annyira szomjúhozzák az igét. Aztán jönnek pénteken ifjúsági órára, aztán vasárnap jönnek 1-2-3-4 istentiszteletre, jönnek szolgálni a liturgiában, a lekcióolvasásban, énekszolgálatokban, és aztán vasárnap délután pedig jönnek házi bibliakörre, mert szomjúhozzák az igét, mert vágynak, és jegyzetelnek, és megbeszélik, és imádkoznak. Igen, drága testvérek, olyan jó átélni és megtapasztalni, hogy amit a Zsoltáros mond, hogyan őrizheti meg tisztán az ifjú az ő életútját? Egyedül a te beszéded megtartása által. Hálásak vagyunk, hogy itt lehettünk, és hálásak vagyunk, hogy szolgálhattunk önök előtt, közöttetek, és befejezésül pedig egy éneket, egy zarándok éneket hadd énekeljünk el. Reménység szerint többen vagy sokan ismerik, nyugodtan énekeljék ezt velünk együtt.
Köszönjük a fiatalok szolgálatát. A délelőtti alkalmunkat Johann Sebastian Bach C-dur koncertójának harmadik tétele zárja, ez alatt vonulhatnak ki a testvérek a templomból. Amíg most itt együtt vagyunk, röviden adjunk hálát azért, hogy van mit ennünk. Jöve Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Jó étvágyat!